Idén is több száz esetben kellett intézkedniük a hegyvidéki rendőröknek, most a 12. kerületi kapitányság legkiválóbb munkatársai részesültek elismerésben. Többen közülük kiemelkedő elfogásokban is részt vettek. A pénzjutalmakat dr. Váci János alpolgármester, Kósa Gábor a kerületi közrendvédelmi közalapítvány kuratóriumi elnöke és Segyevi Zoltán rendőrkapitány adták át. Támogatjuk természetesen továbbra is a hegyvidéki közrendvédelmi közalapítványt. Ez egy közel 20 éve működő közalapítvány, amelynek az a feladata, hogy a helyi rendőrségnek a munkáját segítse. Dr. Váci János alpolgármester elmondta, jövőre is közel 10 millió forint áll majd rendelkezésre az úgynevezett szabadidős járőrszolgálat támogatására. Emellett 2016-ban újabb 10-12 pozícióval bővülhet a hegyvidéki térfigyelő kamerarendszer. A kamerahálózat kiépítése 2013-ban a Városmajor Park felújításakor kezdődött el, ma már pedig több mint 30 éjjel-nappal látó készülék figyeli a kerület forgalmasabb pontjait. Az Építsünk közösen Betlehemet felhívásra idén összesen 14 csapat jelentkezett. A Virányosi Általános Iskola először csatlakozott a felhíváshoz. A hatodikosok közösen készítették el betlehemi jelenetüket. Több csoport is újrahasznosított alapanyagokból készítette betlehemi jelenetét. A Normafa síház előtt például újra gondolt konzervdobozokat láthatnak a járókelők. Az IFI klub tagjai pedig egy csócsóasztalnak adtak második életet. Időről időre egy-egy kézműves program előjön, most éppen nem volt ilyen profi az intézménynek, úgyhogy erre ez egy jó alkalom volt. A kulturális szalon az idei pályázatra egy szeretett fával készült. Az óriási fenyő alakú adventi kalendárium zsebeit a szalon közösségének tagjai együtt készítették. Minden zsebbe ajándékot rejtettünk, és ezt így is fogjuk tenni, minden nap teszünk bele meglepetést, hogy bárki, aki az utcán elsétál a szalon előtt, és megáll a fa előtt, az nyugodtan elvehessen magának egy ajándékot ebből a zsebből, de ha úgy érzi, úgy diktálja a szíve, hogy ő is tenne bele, és örömet szeretne másoknak okozni, akkor ő is beletehet egy meglepetést bármelyik zsebébe a karácsonyfának. Vidéki helytörténeti gyűjtemény és galéria csapata egy mozgatható, interaktív alkotással készült. Az elkészített betlehemi jeleneteket január 6-áig lehet látni a Hegyvidék közterületein. A magyar optikai művek sokak számára hosszú ideig nem csak munkát adott, de szinte egy második családot is jelentett. Az ő történeteiken keresztül elevenedik meg a nagymúltú vállalat hőskora abban a kötetben, amely a napokban jelent meg MOM emlékek címmel. A kötet bemutatóján elhangzott, ez a könyv hiánypótló, eddig ugyanis sohasem készült hasonló történeti összefoglaló a MOM múltjáról és utóéletéről. 85 év az, amit én számolok, hogy egy olyan kiváló időszaknak a terjedelme itt a Csőrsz utcában, amikor kimagasló tudású alkotók, munkások, kutatók és tudósok, olyan fajta vezetők, és vele együtt a MOM ilyen szempontból egy olyan fajta kimagasló időszakot tudott nyújtani, amelyre méltán volt büszke a teljes Magyarország. A Csőrsz utca környékén egyébként több intézmény is őrzi a magyar optikai művek nevét. A kerület vezetésének döntése alapján 3 éve például a korábbi Sportmax elnevezése is MOM Sportra változott. Az intézmény ma már nem csak önfenntartó, de számos szakmai díjjal is büszkélkedhet. Ha a MOM múltjához ez a fiatal cég sokat hozzátenni nem tud, a jelenéhez bizony nagyon igyekszik. A magyar optikai művek 1998-ban jogutód nélkül szűnt meg, de vívmányai tovább élnek.